nagyon sokat jártam antikváriumban és az apámmal, könyvesboltokban, és soha nem tudtunk hazamenni üres kézzel, úgyhogy én is úgy tudok vele, hogy már nem merek belenni, mert tudom, hogy úgysem tudnám megállni, és most gyakorlatilag nem győzöm már polccal. De ezek a polcok szerintem nem dísznek vannak, illetve akinek csak azt jelenti, azt én nagyon tudom sajnálni, mert nem tudja, hogy mitől fosztja magát. És szerintem a gyerekeknek is ezt kéne látni, hogy ez egy nagyon klassz, izgalmas utazás. A könyv fogása, lapozgatása soha nem fog kimenni a divatból szerintem. Az én családomban mindenki olvasó, olvasni szerető ember volt, úgyhogy én a legkorábbi emlékem is az, hogy állandóan azt látom, hogy az édesapám az éjszaka közepén is olvas, és reggel is olvas, és délbe, sőt, az asztalnál az ebédet úgy ette, hogy a kezében volt a könyv, a fülén pedig valami tudományos rádió is volt, tehát hallgatta rá, és egyben olvasott is, hát a tudás szomja az, ami hihetetlen volt, és a nagymamám mindig pörölt vele, hogy te Jóska, tedd le azt a ronda könyvet, tedd le azt a ronda könyvet, mert számára az a ronda könyv, az falusi asszony volt a nagymamám, és dühítette, hogy valakit még az ebéd elől is lefoglal az olvasás, de számomra meg ez egy ilyen nagyon jelképes dolog volt, hogy mi lehet fontosabb, mint az, hogy az ember azt a tudományt, azt a tudást, azt a információt, vagy azt a szép történetet azt befejezhesse, ami éppen az agyát jártatja, mint egy hobbi ebéddel megszakítani ezt az örömteli folyamatot. Én a nyaralások alatt rendszeresen a nagymamáméknek a szőleivel diófán olvastam. Ezt valami a diófát látok, arról mindig az út eszembe egyértelműen a levelek sugogásában, hogy ülök egy ilyen tenyérszerű, kiágazó, ilyen kis ágon, és az olcsó könyvtár teljes sorozatát akkor olvastam kezdmanyáról például. Ugye nagymamáméknál ez volt otthon, és nagyon sokféle régi, a tolnai világ, lexikonos, stb. De minden, amely betűk voltak, tulajdonképpen, és a háznál volt, azt elolvastam. Két éves koromig szinte csak népmeséket olvastam, mert az a legősibb tudás. Tehát volt egy egész sorozat, hogy a világ népeinek a meséi, na hát azokat mind, egytől egyig. És olyan fantasztikus volt, hogy tehát a könyveknek a bűveletében, aki úgy él, az azonnal tudja, hogy odalép, rábök, annak rend van az agyában is, a könyvei közt is, mert valahogy rászoktatja az embert, hogy rántva szedje a gondolatait és az ismereteit. Mindig odalépett pont ahhoz a polchoz, és rámutatott a 8000 könyv közül arra, amiben ott volt szerintem az információ, ami most és itt nekünk fontos. Úgyhogy hát édesanyám meg, aki egy Kodály növendék zenetanár, tehát az ő könyvtár is meglehetősen széles volt zenei témában, úgyhogy én egy nagyon szerencsés gyerek vagyok, hogy így nőhettem föl ilyen szülők között, ilyen családban, ahol az egyik legnagyobb bevezeti forrás volt az olvasás.